Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma reggelre, főleg hazánk északi, észak-keleti, illetve keleti vidékein 5-7 cm-nyi friss hóra ébredhettünk, máshol számottevő havazás nem fordult elő, és napközben is csak hózáporok alakultak ki, valamint Nyíregyháza környékéről hózivatart is jelentettek. A jövő héten még holnap lesz kisebb havazás elsősorban a Dunántúlon, ezt követően péntekig azonban már számottevő csapadék nem valószínű, viszont az északi, észak-nyugati áramlás meglehetősen hideg, fagyos levegő érkezik fölénk, ezért egyre hidegebb időre kell készülnünk. Az éjszakai órákban a Dunántúlon lehet havazás, hózápor, keleten kevesebb lesz a felhő, észak-keleten akár mínusz 6 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, máshol általában mínusz 1 és mínusz 6 fok között alakul majd a minimum hőmérséklet. Holnap eleinte a Dunántúlon, majd délután a keleti megyékben ígérkezik több napsütés, a Dunántúlon a délutáni órákra már szinte mindenhol beborul az ég, és ott várható havazás, illetve hózápor. A holnapi napon ismét szeles időben lesz részünk, az északi, északnyugati szél több helyen megerősödik, helyenként pedig továbbra is viharossá fokozódhat. Holnap a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul majd. Ezt követően kedden is még szeles időben lesz részünk, de szerdától már mérséklődik a légmozgás, és alapvetően csendes téli időre számíthatunk. Erősödik az éjszakai lehűlés, szerdára viradóra néhol akár mínusz 15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, és napközben is több helyen fagypont alatt marad majd a hőmérséklet. Enyhülés jövő hét szombattól várható, akkor viszont már nedvesebb levegő is érkezik fölénk. További kellemes vasárnap estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!